Budapest 25 ütős éve címmel került megrendezésre az idén negyed évszázados dobosok farsangja. Az ütőhangszeres zenei fesztivál ez alkalommal is különböző kurzusokkal, hangszerkiállítással és háromrészes esti koncerttel várta az érdeklődőket a Vigyázó Sándor Művelődési Központban február 29-én. Martonosi György a rendezvény alapítója, fiával, Martonosi Lászlóval közösen szervezte meg a programot, melynek alkalmával a fiatal tehetségek is bemutathatták tudásukat. A fő fellépők így Borlai Gergő és a Magyar Atom együttes mellett az este folyamán Fazekas Tamás, Gerői Mátyás és Zimmermann Csaba egyaránt színpadra lépett. Martonosi György budapestért díjas ütőhangszeres művész 1996-ban hívta életre első alkalommal a dobosok farsangját azzal a céllal, hogy a hazai ütős társadalom egy egyetlen napos rendezvény keretein belül bemutathassa tudása legjavát, és új ismereteket sajátíthasson el a különböző kurzusok és kiállítások alkalmával. A Budapest 25 ütős éve címet viselő nagyszabású zenei fesztivál idén február 29-én ünnepelte fennállásának negyed évszázados jubileumát. Most, hogy a 25 év plakátjai ki vannak téve, ez valami olyan megható, és olyan ijesztő is egy kicsit, hogy ez mindegyik egy évet szimbolizál. És hogy eltelt 25 év, észre sem vettem, csak amikor elővettem a 96-os videót, akkor ki ez a műsorvezető ott, milyen jóképű férfi, csak úristen, az én voltam, és utána elővettem a mostanit, és úristen, ez én vagyok. Szóval ilyen, de csodás érzés. Szóval ennyi mindent 26 éven keresztül megcsinálni, ez egy nagyon nagy dolog volt, és nagyon jó érzés. A TamTam Dobcentrum standjainál ezúttal is hangszereket és kiegészítőket próbálhattak ki a megjelentek, valamint szemügyre vehetők voltak Martonosi György legkedvesebb dobfelszerelései is. Az Amati Dob Múzeum első alkalommal képviseltette magát az eseményen, a működtetők által bemutatott különleges darabok egy hajdani, csehszlovák gyárban készültek annak idején. Halász Géza, az intézmény alapítója úgy fogalmazott, az idősebb korosztály számára az amati dobok nosztalgikus pillanatokat okoztak. Az elmúlt évtizedekben számos zenész ilyen felszerelésen kezdett el tanulni. Két felszerelés, komplett felszerelés hoztunk, az egyik a 60-as évek, a másik a későbbi 80-as évek szériájának a terméke. Vannak különböző zeneiskoláknak gyártott ütőhangszerek, valamint a fegyveres testületek részére menetdobok és menetpergők, amik ugye a katona, a tűzoltó és egyéb zenekarok használták. A látogatók elektromos és hibrid dobokat egyaránt megtekinthettek, majd különféle kurzusokon is részt vehettek a nap folyamán. Szendi Gábor előadásában szokatlan hangzású groove-okat hallhatott a közönség, míg Tatai Tamás, a Led Zeppelin dobosa, John Bonham, valamint saját kidolgozású hangszeres trükkjeit mutatta be a helyszínen. Ezek ilyen bonzó ihletésre született trükkök, amik gyakorlatilag én továbbfejlesztettem az én gondolkodásmódomra. Lesz ugye a triolás lábdob, lesznek szextolás kéz- és lábkombinációk és különböző groove-ok, amiket én egy picit másképp játszok, mint a bonzó, de ettől még bonzós, és egy picit az enyém is. A dobosok farsangján már hagyomány, hogy Martonosi György az ismertebb nevek mellett a fiatal generáció képviselőit is meghívja egy-egy fellépésre. A jubileumi rendezvényen háromrészes koncertet tekinthetett meg a közönség. Az első egy órában az ifjaké volt a főszerep, ezúttal Tóth Mátyás, Léhárt Erik, Mészáros Magor és Fazekas Tamás adott számot tehetségéről. Igazából ez egy nagyon komplex dobszóló lesz, 7 részes lesz, 1-1 percesek lesznek, és a dobolás történelmét fogja bemutatni. Ugye elkezdődik Buddy Rich-el, majd Tony Williams, Billy Cobham, és így végigmegy pár nagyon fontos, szerintem mérföldkő számomra legalábbis doboson. És a végén pedig én is játszok egy saját 3 perces szólót. A folytatásban a megjelentek Budapest 25 ütős évéről egy fénykép összeállítást tekinthettek meg, majd Horváth Tamás polgármester mondott beszédet, melyben elismerését fejezte ki azért a kitartó munkáért, amelynek köszönhető, hogy az elmúlt mintegy 2 évtizedben több mint 700 magyar és külföldi kiváló előadónak tapsolhatott a közönség a 17. kerületben. A városvezető kiemelte, az évek bebizonyították, hogy a dobosok farsangja komoly létjogosultságot szerzett, s utalt rá,
Rákos Mente önkormányzata a következőkben is támogatni fogja a zenei gála megvalósítását. Klein Marianna, a Vigyázó Sándor Művelődési Központ igazgatója hozzátette, az intézmény a jövőben is otthont ad majd az eseménynek. A folytatásban Zimmermann Csaba együttese, a Hacski és Stars, majd Gerői Mátyás lépett színpadra. Utóbbival Borlai Gergő, a Dobosok Farsangjának visszatérő fellépője, közösen is duettezett. Borlai Gergő azon zenészek között szerepelt, akik 1996-ban részt vehettek a legelső ütőhangszeres fesztiválon. Idén 17-szerre léphetett színpadra. Amennyire szeretem a Martonosi familiát, Gyuri bácsival az élen, ez nekem mindig egy ilyen családi jellegű dolog volt. Tehát én van egy ilyen csak hazaérkeztem érzés ebben az egészben. Tehát hogy itt vagyok, nagyon-nagyon sok embert ismerek itt, akiket megismertem így most már, azt kell mondjam, évtizedek alatt, és nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon-nagyon tényleg, tehát én nem gondolom azt, hogy, tehát olyan furcsa volt, amikor egyrészt nem tudtam hova tenni, hogy az én nevem van a legnagyobb betűvel kívül, amikor Solti János is itt van, aki mindannyiunk kedvenc dobosa. Ennek megfelelően az estét Solti János és a Magyar Atom együttes nagy koncertje zárta. Martonosi György úgy fogalmazott, jövőre a 26. Dobosok Farsangjára ugyanilyen örömmel várják az ütőhangszeres zenekedvelőit. Az eseményről hosszabb összefoglalót a március 6-ai Kaleidoszkóp című magazin műsorunkban láthatnak majd.